Faállarcom van, mert én vagyok a ti természetes fátok. A jeszkönyvet balatonparti nyaralónkban írtam. Itt, ezen a helyen, az 1990-es évek elején. Közvetlenül azután kezdtem el írni, ahogy zenekarunk, a Kérdőjel Együttes 1993 tavaszán feloszlott. Én nekiálltam ennek a könyvnek, hogy megírjam. A számomra mintául szolgáló könyvek Ungvári Tamás Beatles bibliája, Göbölyösen László Genesis könyve és a Frank Zappa könyv voltak. Egyszerűen szükségét éreztem, hogy legyen egy Yes könyv végre Magyarországon. Évtizedekkel később tudtam meg, hogy a Yes könyv volt az első igazi könyv a Yes együttesről a világon. Ez még nagyobb örömmel töltött el, hogy munkám sikerrel járt, és nem volt hiába való. Itt a diófa alatt írtam a könyvet. Ennél az asztalnál. Mindez 25 éve történt, negyed századdal ezelőtt. Ez a kert, ez az idilli környezet azóta is sértetlen. Ez az asztal tulajdonképpen azóta itt kint áll a kertben. Kissé megviselte már az idő. De jól esik felidézni azokat a hónapokat, amíg itt dolgoztam a könyvön. A diófa jótékony árnyékában csodálatos körülmények között. A jeszkönyv kiadása nagyon jó minőségű finn papírra készült. A második kiadást már kiegészítette egy szószedet is névmutatóval. A harmadik kiadás a Magyar Rádiónál jelent meg. De mára mindhárom teljesen elfogyott. Most készül a könyv újrakiadása, bővített, teljesen naprakész változata, mert hát ennyi idő elteltével már megérdemli ez a könyv, hogy újra megjelenjen. A könyvben volt egy könyvjelző is mellékelve,
az első magyarországi jazz koncert jegyével. Ezt a pólót a 80-as években hollandiai kiadomtól hoztam. Látszik a nyaka is, hogy elég különleges. A rajta lévő logót saját kezűleg rajzoltam, és Budapesten készítettem a pólót. Most már több mint 30 éves. És a rajta lévő kép John Anderson ábrázolja egy Yes Shows koncerten. A képet egy lengyel újságból vágtam ki, és úgy került a pólóra. A kép egyébként bekerült a Yes könyvbe is. Egészen fantasztikus volt, mint sok apró történés és élmény a Yes könyv írása közben, mikor is az Andrássy úton sétáltam, és a divatcsarnok közelében ott volt a lengyel kultúra boltja, ahová bementem, és találtam egy újságot, amiben a Yes együttesről volt szó. Azonnal megvettem, és sok ilyen dolog történt, hogy akkoriban egyszerűen találkoztam olyan dolgokkal, ugye az ölembe hultak, melyek nélkülözhetetlenné váltak a könyv megírása közben. Magyar faállarcos férfi. Kárpát-medencei fa állarcos voltam.